Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, jelentkezik Családőrzők című műsorunk. Ezúttal egy új helyszínen, mondhatnám azt is, hogy hazaérkeztünk. Itt vagyunk a Fehérvár Média Centrum, Fehérvár Televízió stúdiójába. Kaptunk a kollégáktól egy ilyen csodálatos helyszínt, amiért természetesen nagy-nagy hála és köszönet, és bízom benne, hogy itt is jól fogják érezni magukat a műsor szakértői, akiket most szeretnék be is mutatni. Elsőként Fekete Cseri Zsuzsanát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, és sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sziasztok! Pap Csilla mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. És Tornyai Gábor atyát, mentálhigiénés szakembert, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Otthonosan érzitek magatokat? Nem. Ez legalább őszinte volt. Jártunk már stúdióba. De gyönyörű a díszlet, gyönyörű a díszlet, és könnyű lesz hozzá. Most hogy köszönjük szépen. Ez egy olyan csapat, aki azt hiszem, hogy elég gyorsan be tudja lakni. Mi reziliensek vagyunk. Most, hogy megdicsértük magunkat, itt az ideje, hogy rátérjünk a mai témára, ami a családi szerepeket jelenti. Pontosabban arról szól, hogyha lefordítom mindenki által, magam által értetőre is, hogy kiviseli a nadrágot. Hát most itt mi négyen mindannyian, de ez nem jelenti azt, hogy természetesen ez családokban mindenképpen úgy van, hogy a hölgyek viselik a nadrágot. Hogy alakul ez ki? Miért fontos ez, kérdezem én már tőletek? Biztos természetes, hogy a hölgyek viselik a nadrágot? Ha már így visszakérdezhetek. Az, hogy mi most itt minden nadrágban vagyunk, ez nagyon jó, de nem egy családhoz tartozunk. Szóval én azt gondolom, hogy a családi szereposztást azt mindenféleképpen nagyon tudatosan kell kialakítani a fiatal párnak, és ha lehet, akkor ezt még az ismerkedésük idején kellene elkezdeni feltérképezni. Azt, hogy mitől lesz nő egy nő, és mitől lesz férfi egy férfi, és hogy ezeket a principiumokat hogyan tudják megélni, és hogyan tudják egymást ebben támogatni, minél férfiasabb egy férfi, annál nőiesebb lehet mellette egy nő, és hogyan tudjuk ezt az egységünkbe úgy belehozni, hogy gazdagodjunk által. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ha utána érkezik meg a gyerkőc, amikor már van egy kialakult rend, akkor a gyereknek már sokkal könnyebb lesz helyet adni, és neki helyet találnia ebben a családban. Mi pár hónappal ezelőtt a plébánián elindítottunk egy csoporthoz, a Szent József kört. Az volt a szempontunk, hogy férfiak jöjjenek össze beszélgetni. Persze borozunk is közben, de hogy azt beszélgettük, hogy ne az legyen a hangsúly, hogy mi csak úgy összeünk, iszunk és borozgatunk, hanem mindig hozunk egy témát. És az első három alkalmunknak a témája az volt, hogy mitől vagy férfi. Már ha csak így a szerepek kapcsán, és egy nagyon izgalmas beszélgetések voltak, tényleg három estén keresztül nyüstöltük. Volt egy olyan alkalom, amikor az volt a házi feladat a csapatnak, hogy kérdezz meg a feleségedet, hogy miért tart téged férfinak, hogy mitől tart téged férfinak. És nekem ami érdekes volt, egy picit csak így a Zsuzsira vissza rímeljek, hogy az egyik az, ami nekem érdekes, hogy, mert hogy bennem van egy kép arról, hogy mitől vagyok, vagy mitől tartom magam férfiasnak. Mitől tartom magam férfinak, nem csak férfiasnak, de hogy az a csapat az nem tudta megfogalmazni. Tehát olyan sokféle, tehát hogy kerestük azt, hogy miben különbözünk mi férfiak a nőktől, van-e valami olyan speciális dolog, amitől mi férfiak vagyunk. A másik érdekes dolog az volt, hogy a feleségek sem tudták ezt igazából megfogalmazni. Tehát hogy az jött vissza sok-sok beszélgetésből, témából, hogy hát ő igazából nem tudom megmondani, így vagy jó, ahogy vagy. És nekem ezért érdekes ez a kérdés, mert hogy szerintem a ma világának ez egy nagy kérdése, vagy szerintem egy fontos kérdés, hogy egyáltalán ha már szerepekről, a női-férfi szerepeinkkel tisztában vagyunk, egyáltalán beszélünk-e, tudatosítjuk-e magunkban azt, hogy mitől vagyunk férfek és mitől vagyunk nők. Szeretek mindig visszamenni 100 évet, de szerintem 100 évvel ezelőtt ez nem lett volna kérdés. Szerintem igen, én azt gondolom, hogy igen, csak sokkal erősebbek voltak a tradíciók, amik így bezárták az embereket, de hogy nekem ilyenkor mindig a teremtés könyve jut eszembe, amikor az Isten azt mondja, hogy férfinak és nőnek teremtett az Isten a saját képmására az embert. És ugye ilyenkor általában úgy szoktuk értelmezni, hogy férfi és nőnek teremtett az Isten, de hogy ezt lehet úgy is olvasni, hogy férfinak és nőnek teremtett az Isten az embert. Férfinak és nőnek teremtett az Isten az embert. Tehát, hogy vannak olyan karaktereink, olyan vonásaink, amelyek alapvetően a biztonságból kilépésről szólnak, a környezetemmel megvívom a dolgaimat,
például az, hogy most beszélek és kilépek magammal, de a másik karakterem a befogadási karakter, hogy az pedig nekem inkább a nőies karakter, akkor vagyok egészségesen az, aki vagyok, hogyha valahogy ez a két kettősség egyensúlyban van velem. És innen jön a következő kérdés az, hogy és akkor ezzel együtt a férfi mitől férfi, vagy hogy tud férfi lenni, és hogy tud nő lenni. Nekem a férfiság és férfiasság, vagy férfiság az azt jelenti, hogy tudok valamiféle biztonságot adni, stabilitást adni úgy, hogy tudok vezető lenni, és tudok határozott lenni. Tehát, hogy nekem valahol ez a férfiságomhoz tartozik, hogy ezt a férfiasságomat, nőiességemet mennyire erősítem magamban, az már egy másik dolog, hogy képes vagyok-e mondjuk emellett a befogadónak lenni, vagy meghallgatónak lenni. Még a férfiassághoz annyit, hogy ugye egy férfi felelősséget képes és tud vállalni az adott családért, a választott hölgyért, a gyerekekért, hiszen ugye ott egy családfő, és a családfő arról nevezetes, hogy felelősséget vállal, el tud köteleződni a családja egy ügy, egy filozófia, egy párkapcsolat mellett, és bátran beláll azokba a helyzetekbe, azokba a szitúkba, mivel azt a családot képes akár megvédeni is. Tehát ez is szerintem nagyon fontos, és hozzátartozik ehhez. Igen, azt is látom egyébként, azért, hogy a nőkben is nagyon sok férfias karakterikus vonás van. Tehát, hogy főleg a ma világában ezt érzem, hogy egy picit, mintha elbillent volna ez az egyensúly a nőkben. Tehát, hogy nem mondanám azt, hogy nem nők, de hogy ez a emancipált vagyok, határozott vagyok, vezető vagyok, én tudom, hogy mi a helyes, én tudom, hogy mi a jó. De ugyanakkor meg az a tapasztalatom, ahogy így ugye legtöbbször lelki beszélgetésre nők jönnek hozzám. De hogy alapvetően a sok határozott nőben is valahol a legmélyebb mindig azt a kiáltást érzem, hogy úgy szeretnék úgy nő lenni, hogy egy picit gyenge legyek. Hogy ne nekem kelljen erősnek lennem, ne nekem kelljen ne én mondjam meg, hogy hova menjünk, amikor így a párkapcsolati nehéz, mindig nekem kell kitalálni, egyszer legalább ide jönne, jót vitatkoznánk, hogy nem oda megyünk, de hogy legalább ő jönne, és ő mutatna valamit, hogy én valami ott gyenge lehessek mellette. Nekem ilyenkor az a kérdés, ami megszólal bennem, hogy oké, de ez hogy alakult így történelmileg, meg kronológiailag? Tehát mitől lett az a szegény férfi anyám asszony katonája? Ha már egyszer akkor, amikor én hozzámentem, akkor még férfi volt, eltett 10-15-20 akárhány év, most meg van nekem egy ilyen papucshősöm, akkor mi történt időközben? Tehát, hogy hogyan alakult ez? Ez az egyik. A másik, amit mondtál, hogy a ma felnövekvő nemzedék, vagy a mostani életünkben a férfi minták, nagyon nehéz, elveszett, nincs Isten igazándiból olyan férfi minta, ami meghatározó lenne, de nincsenek is olyan tradicionális tevékenységeink. Tehát attól kezdve, hogy megváltozott az életforma az urbanizációban, teljesen más a világ egyrészt, másrészt ez a 21. század, amit magával hozott, ezt az őrületet, hogy rohanunk saját magunk után, és ma se tudom, hogy fiú vagyok vagy lány, hányszor elmondjuk. Azt se tudom, hogy fiú vagyok vagy lány. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzetet ad. És ami nekem a leginkább, ugye a gyerekek, nekem mindig ők a legfontosabbak ebben a világban, mert hiszen ők a jövő záloga, ahogy mondani szokták, hogy ebben a családokban felnövekvő gyerekek hogyan tudnak egyáltalán férfivá és nővé válni, amikor teljesen összekavarodtak a szerepek. Az én gyerekkoromban nagyon könnyű volt, hát autót vezetni nőnek, ha ne viccelődjünk már egymással. Hát hogyan? Hát az én apukám attól, hogy ő beült a volán mögé, hát attól, hát bocsánat. Tehát érted? Vagy nekem gyerekkoromban azt mondták, hogy te apukám bicskájára, hogy az édesapádé. Hát eszembe nem jutott volna hozzányúlni, mert egyszerűen az egész család úgy működött, hogy megvolt a helye, meg a rendje mindenkinek, és akkor tudtuk azt, hogy mettől meddig, és az nagyon rendben volt. Nagyon fontos az, hogy a férfiak tudjanak döntést hozni, de nem kell minden piszticsáré ügyben nekik döntést hozni, bocsánat a szóért. Ők azok a valamikori vadász, ugye, aki nézte a mamutot, és addig ment, még meg nem találta, egy dologra koncentrált, eldöntik, hogy kell egy családi ház. Most beszélünk fel a múltról, és beszélünk a jelenről, de melyik az ideális? Nekem az a bajom, és most megpróbálok nagyon PC módon válaszolni, mert ez egy rendkívül kényes téma, én azt érzem. Nagyon. Mert hogy ugye a ma világában ezek a
És lehet, hogy kisalki, de majd elmondom, hogy picit így ezek a szexuális szerepek, ami a szexussal jár, és itt most nem kifejezetten a szexualitás, hanem a szexussal járó szerepek, hogy férfi és nő, ez maga is feloldódik. És most volt valamelyik alkalom, az egyik magazin ezzel foglalkozott, hogy a választható nemek. És körülbelül azt hiszem 6 vagy 7 típusú nem választás van, abban egy az, hogy valaki heteroszexuális férfi és női karakterét éli meg, és mellett az aszexuális, a transzexuális, nem tudom micsoda. Tehát egy olyan kavarodás vesz körül bennünket. Én azt szoktam mondani, hogy ez így a szabadság is nem kultusza gyakorlatilag, tehát hogy nekem nem mondja meg senki, hogy mi legyek, majd én eldöntöm. És hogy ez a fajta kavarodás és nekem nem tiszta kép, amiben a szabadságra hivatkozunk, csak nem tudom, hogy ez mennyire, tehát a szabadságnak is van 3 tartalma, vagy 3 iránya árnyalata, hogy szabad vagyok, az azt jelenti, hogy nekem nem mondja meg senki, tehát kötelékek nélküli vagyok, szabad vagyok, vagyis, hogy lehetőségem van, vagyis, hogy választhatok, hogy ezt igen vagy nem, és hogy szabad vagyok, vagyis, hogy nem hordok terheket. És ugyanazt a szót használjuk, de mégis 3 egészen különböző tartalmat hordozhat ez a szó, hogy ki hogyan értelmezi. És amikor a felnövekvő nemzedék is belekerül abba a lehetőségbe, hogy te szabadon választhatsz, hogy eldöntsd, mit akarsz, akkor ennek nem csak az egyénre lesz hatása, hogy én eldöntöm, hogy mit akarok, hanem a családomra, egyáltalán lesz-e családom, lesz-e párkapcsolatom, ha az milyen lesz, az milyen lesz. Ha az a család és párkapcsolat kialakul, abból annak milyen hatás lesz a társadalom egészére, és ha a társadalom egészére hatással van, az a következő nemzedékekre milyen hatással lesz. És hogy most mi beszélgetünk egy olyan témáról, ami szerintem nagyon fontos, de hogy, és nekem jó hallgatni, tehát nagyon jó, hogy erről beszélgetünk, hogy mind a négyünk fejében valahol ez a tradicionális, klasszikus, heteroszexuális családkép él, mert hogy ezt fogalmaztuk meg valahol családnak. És hogy ebben a képben gondolkodunk erről a témáról, és ennek a témának azt hiszem, hogy az a nehézsége, ami körülvesz és hat ránk, nem csak ránk, hanem a gyerekekre meg még inkább. Tehát egyéntől függ, hogy melyik az ideális, hogy kinek melyik az ideális felállás valójában. A jelen világban, igen. Bocsánat, igen, mondom. Tehát igazándiból szerintem mindenkinek magának kell kialakítani ezt, hogy mivel elégedett, hogy miben érzi jól magát, de én még abban is látom a problémát, így az információs társadalom kialakulásával, hogy rendkívül felgyorsult, rendkívül szabados lett, tehát azok a gátak, azok a korlátok, azok a határok nagyon rosszul értelmezve lebomlottak, rengeteg, hát kimondhatom, hogy apátlan nemzedékek nőnek fel, tehát nincsenek apai minták. Hogyha megkérdeznek egy kamasz fiút, hogy neked ki a példaképed, akkor nem tud mondani, nem azt mondja, hogy az apja, hanem szuperhősöket, vagy címlapról választ valaki, tehát hogy nincsenek példaképek. Tehát régen, amit te is mondtál, hogy apukád vezetett, tehát hogy az apánk az példaképünk volt, az apánk értékrendje, az ő férfiassága, most női szemszögből mondom, ránk lányokra úgy hatott, hogy az alapértelmezett volt, vagy akár az anyánk nőiessége. Ma már átlépik a gyerekek a szülőket, túllépnek rajtuk, nem is ismerik el azt, hogy ők vannak, vagy ők voltak előbb, vagy ők vannak előbb, tehát rangsorban is ugye a szülő van felettem, és nem tudok rajta átlépni, és nem is szabad átlépni. És mivel ezek a határok, ezek a korlátok olyan szinten lebomlottak, és annyira úgymond semmivé váltak, és rosszul vannak értelmezve, és nincsenek apás nemzedékek, tehát nincsenek igazi családok, nagyon sok fiút anyuka nevel, nagyon sok lányt például apuka nevel, ilyet is tudok, hogy ellentétes szülővel él, vagy azonossal, de hogy nincsen meg az a családi egység, ahol van apa, anya, ugye ami a normál család, amit én narratívának gondolok, vagy narratívnak gondolok, hogy apa, anya, gyerekek, vagy ha el is váltak, vagy szétmentek, akkor van egy valamilyen másik férfi, másik nő, de hogy valamilyen egységet, közösséget alkotunk, de akár egy szülős családban is. És ezek ma már nagyon-nagyon szertefoszlottak, nagyon-nagyon könnyen van kezelve, nagyon lágyan van kezelve, a szabályok, a rend, az kvázi szűnik meg. Nem lehet, hogy mi nők vagyunk ezért a hibásak? Vagy ha nem mi, hanem az elődeink? A női elődeink, hát, akik az emancipációért harcoltak és egyebek? Talán ez is. A szűfrezsettek. De hogy azért én annyiban mennék vissza, csak a történet, hogy azért volt 2 világégés, és ott azért alapvetően férfiak haltak, meg nem kevesen. Tehát, hogy onnantól kezdve
a nők maradtak azok, akik a gyerekeiket próbálták úgy nevelni, hogy nehogy elveszítsék. Játék a gondolat, és nem biztos, hogy válasz erre a kérdésre, de hogy azért ott nagyon sok férfi az a korosztály, aki igazából minta tudott volna lenni a gyereke számára, aki a családnak egyfajta stabilitást tud adni, és ennek a következményét éljük most meg. Ez csak egyik oldalon lehet igaz, részben. Mert ott van, amit a Zsuzsi említett, ugye, hogy a mikorunkban, és az már a második világháború után volt szerencsére, hogy mi még azt éltük meg, hogy ott a nő az nő volt, a férfi hordta a nadrágot, hogyha innen indultunk. Nem csak ez a probléma, én azt is problémának látom, ahogy mondod, ugye, hogy csonka családok, és akkor abban a helyzetben, vagy akár a patchwork családoknál, hogy hogyan alakulnak ezek a szerepek. Én azt is nagyon-nagyon fontosnak tartom ebben a tekintetben, hogy amikor együtt él a család, és megvan az anya, az apa, és mindenki teszi a dolgát, látszólag mindenki a helyén van, és valójában nem, mert az anyák ezzel a túlságosan nagyon nagy emancipációval sok mindent elértek, többek között azt, hogy egyszerre két szerepnek kell megfelelni többnyire. Tehát ugyanúgy el kell járni dolgozni, ugyanúgy végig kell csinálnod a napot, és ugyanúgy el kell látnod a családodat, és ugyanúgy meg kell csinálnod mindent, mint hogyha ez nem így alakult volna történelmileg. De ha visszamegyünk egy picit, ugye Európában itt volt a két világégés, de hogyha elmegyünk a tengeren túlra, ott azért nem volt az utolsó 100 évben olyan jaj, de nagyon nagy világégés, és ott mégis ugyanígy felborultak a szerepek, és ugyanúgy eltűnt a férfi minta és a férfiasság. Ugye régen néztük az indián filmeket, kobbolyok, nem tudom, hogy ott meg volt a férfi. Most már hol van? Most már hol? Ott is ugyanez a probléma. Teljesen szétcsúszott a rendszer, és a legnagyobb baj, amit én a legnagyobb bajnak gondolok, az az, hogy nem csak a férfi és a női szerep szűnt meg, hanem ennek a kettőnek a csatározása közben elveszett a lényeg. Elveszett a lényeg, hogy a mi egységünk és a mi összetartozásunk és az egymáshoz támaszkodásunk az arról szól, hogy mi egy hátországot biztosítunk a felnövekvő nemzedéknek abban a rendbe, ahol ő jól érezheti magát. De ha nincs rend, akkor ő nem érzi jól magát. És a gyerek, ha nem érzi jól magát, akkor nem sok mindent csinálhat. Egyfolytában olyan provokatív cselekedeteket, amivel kiborít mindenkit, hogy ő ráfigyeljenek. A másik, hogy egész egyszerűen átveszi az uralmat, és majd ő irányít, és kiköveteli magának a hisztéjével. A harmadik pedig, hogy begubózik. Ma már rengeteg olyan fiatal van, nagyon-nagyon sok, aki felnőtt, a 20 éves korosztálynak a végén, 30-asok elején jár, és életképtelenek. Az életre valóságuk nulla. Így van, nem semmi. Tehát nem csak nőnek, férfinek nem tudja magát megélni, a szobából nem tud kimenni. Hát egy individuálként is elveszett, és szeparálódik. Tehát itt, igen. Biztos, hogy megy még ez a csatározás? Nem lehet, hogy már a másik irányban egy kicsit meg is billent? Én azt gondolom, hogy a férfiak, bocsánat, egy kicsit behódoltak nekünk nőknek, most nem személy szerint magunkra gondolok, és nem mindenkire, de én azt látom, tehát akik hozzám jönnek, én azt látom, hogy nagyon sok férfi könyörög a nőnek, a feleségnek, az anyáknak, és kúszik a lábrőt, hogy mentsük meg, indítsuk el, és azt látom, hogy a nők a kemények. Tehát én nagyon sok olyan helyzetet látok, ez a maszkulin női minőség, amit mondtál is, hogy változtam. Most nem mondom, hogy minden nő, nyilván nem minden nő, de akik hozzám eljönnek azzal, hogy egy széteső családban vannak, vagy egy széteső folyamatba kerültek, azt tapasztalom, és azt látom, hogy sokszor a férfiak jobban akarják régebben, elmondhatom, hogy a nők akarták menteni. Most sokkal inkább azt látom, hogy a férfi akarja megmenteni a családot, és a maszkulin erős nő ledominálja. De valószínűleg azért abban benne van, igen, ez az egyik oldala, meg azt gondolom, hogy az is benne van, hogy mire valaki eljut odáig, hogy baj van, és nem mondódik ki időben, hogy figyelj, baj van, addigra már elúszott a dolog. Igen. Tehát azt mondják, hogy az ilyen párkapcsolati házasságmentő terápiák nagyobbik részében nem jön össze a terápia, mert valami, aki már eldöntötte, hogy ez így nem működik, még jó, hát akkor adjunk egy esélyt, de igazából, mert ő már a folyamatnak az x-edik pontjánál tart, amikor bekapcsolódik a másik, és megtudja, hogy tulajdonképpen probléma van. Igen, azt akartam mondani, hogy ez a női dominancia, férfi dominancia, ugyanakkor mégiscsak akármilyen kemények önök, nekem legalábbis ez a tapasztalatom, hogy a legmélyebb, ők vágynak arra, hogy ne kelljen nekik erősnek lenni. Tehát ez ilyen nagyon fura helyzet, fura kép, hogy ott van a férj, aki
aki mint férfi nem tanulta meg, hogy férfiként hogyan kommunikálja a dolgait, azt, amit ahogy ő gondol, vagy kiálljon azért, ahogy ő gondolja, mert nem erre szocializálódunk valahol még mindig, bár most már talán egy picit kezdünk, de a nők meg ugye alapvetően az érzelmeiket képesek jobban kommunikálni, vagy legalábbis jobban reagálnak, legalábbis ez az én sztereotípiám a nőkkel kapcsolatban, és hogy ugyanakkor meg vágynak arra, hogy egy olyan férfi legyen mellettük, aki elég stabilitást ad nekik. Én továbbra is ezt tudom, ezt érzem, hogy... Muszáj egy emlékemet, egy élményemet elmesélnem nektek. Közismert név Kassai Lajos, ugye mindenki tudja, hogy a Lovasi Jász világbajnokunkról beszélünk. Tábort szerveztünk, rendeztünk, és lementünk a völgybe, meglátogattuk. Most én azért azt gondolom, hogy egy határozott, karakteres ember vagyok, tudom, hogy merre van az előre, tudom, mit akarok, nagyjából el is érem, köszönöm szépen, én kézbe tartom az életemet, és jól vagyok a világban. Ettől még meg tudom élni, azt gondolom, a nőiességemet, de talán én egy picit erősebb vagyok, mint az átlag a termetemnél, alkatomnál, minden egyebemnél fogva. Lementünk oda a völgybe, viszem a 25 gyereket, van benne pici, nagy, mindenféle, az úr megcsinálja a programját, nagyon érdekes volt az élményem, állunk ott a karán mellett, behoznak egy nyerget, lovak, lányok, ide, fiúk, oda, az elsőnek megmutatom, hogy mész fel, leszálltál, fölrakod a következőt, elmondott mindent, félre állt és rakta össze a szerszámait. Kettő kisebb gyerek ül mell, vagy van mellettem, kapaszkodnak hozzám, pestiek voltak, tehát ők még szorosabban vannak mellettem, mert nekik aztán nagyon idegen a helyzet, és én ilyen nagyon csendben, de tényleg nagyon csendbecsként súgva, jó anya módjára, ugye, ti melyik lóra szeretnétek felülni? Két gyerek még válaszolni se tudott. Rám se nézett a Lajos, tovább rakja a szerszámot, és azt mondta, nincs választási lehetőségük. Most is libabőrös leszek tőle, ez volt az a pillanat, ahol én úgy kerültem a helyemre a világegyetemben, ahogy az a nagy könyvben meg van írva. Tehát akkora béke, akkora nyugalom, annyira áradó jó érzés volt bennem. Szóval azért a nő, ha egy olyan férfi van mellette, aki férfi, az nagyon könnyen kerül a helyére. Ezt leginkább olyankor szoktam megélni, amikor egyes párokkal készünk az esküvőre, és sokszor szoktuk azt csinálni, hogy hát csak egy lépcsőfoknyival van följebb a szentély, mondjuk a hajóhoz képest, ugye a templom ahhoz a részéhez képest, hogy ülnek az emberek, de hogy ott áll fönn az ifjú pár, és szoktuk azt csinálni, hogy úgy jönnek le a szentély részből, ahol a szertartásnak vége van, hogy a fiú lelép, odalép a mennyasszony elé, fölajánlja a kezét és levezeti. És nagyon sokszor kell szólnom, és ez annyira vigyorgok ezeken, hogy a lányokra rá kell szólni, hogy engedd meg, hogy vezessen a férjed. Mert a srác odaáll, fölajánlja a kezét, és a lány már el is indul, mondom, nem, akkor indulj el, amikor a férjed elindít téged. Engedd, hogy vezessen. Engedd, hogy vezessen. Nagyon hát ezeket mutatja. Kellene megtartani. Szerintem táncolni, páros táncokat kéne elküldeni a párokat, mert ott például én egy csomószor, középiskolás koromban is egy csomószor megjegyeztem, hogy bulisztunk, táncoltunk, ilyen társas táncoknál, és szólnom kellett, hogy akkor most döntsük el, hogy melyikünk hogy a férfi. Hogy kivezet. Igen. És akkor a lány akkor hogy rögtön helyre került, és hogy nagyon, nagyon kevés olyan táncélményem van, nem, tényleg meg tudom számítani, talán 2-3 alkalom, amikor azt éreztem, hogy úgy tudtunk táncolni, hogy az, akivel én táncoltam, aki a partnerem volt, az engedte, hogy vezessem, és együtt voltunk, értettük egymást. És például szerintem ezek az alkalmak, ha már a szerepeket keresjük, akkor ezek az ilyen páros alkalmak, ahol vezetni kell és vezetetnek lenni, azok jó alkalmak lehetnek ilyen játékos formában arra, hogy ezek a szerepek való helyükre billenjenek egy kapcsolatban. Bizony. És ott játékról van szó. És ez az a pillanat, amikor meg kell állnunk. Eddig általánosságban beszéltünk arról, hogy kiviseli a nadrágot. A következő részben egy kicsit belemegyünk abba, hogy családon belül ez hogy alakulhat ki az egyének között, illetve az egyes családok között, de erre már csak egy hét múlva kerül sor. Én nagyon szépen köszönöm vendégeimnek, most akkor hagyj kezdjem Tornyai Gábor atyának, illetve Papcsillának és Fekete Cseri Zsuzsannának ezt a beszélgetést. Tehát egy hét múlva, ahogy jeleztem, a családőrzőkkel újra jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!